Szia! Üdvít a Rolling Tools csatornán! Ma a napfényes Eindhovenből köszöntelek, ahol a DAF elektromos teherautóit tesszük próbára, a városi elosztó fuvarozástól egészen a távolsági fuvarozásig. Vágjunk bele! Válaszd a Bosch fékalkatrészeket, válaszd a biztonságot és a minőséget. Mindig szeretem, amikor közérthetővé tesszük, hogy milyen nagyságrendekről beszélünk a haszonjárművek kapcsán. A DAF kiszámolta, mi szükséges ahhoz, hogy az évtized végére 400 ezer elektromos teherautó rohangáljon kontinensünkön, a Kínában rendelt cuccainkkal és a biogazdaságban nevelt friss avokádóval. Több, mint 1500 új szélturbinát kéne telepíteni. Ez egy dolog, hogy eddig el sem tudok számolni, de ez két hollandiányi háztartás energiaigénye. Ha ehelyett számszakilag kevesebb atomerőművet húzol fel gyorsan, akkor is megmarad a probléma, hogy a megtermelt áramot még el is kell juttatni a töltőig, ám az elektromos elosztóhálózat bővítése szintén hosszú éveket igényel. Azt hiszem, gyorsan és egyértelműen levonhatjuk a következtetést, bármi is történik, a telepítések aktuális üteme túlságosan lassú. Azért fontos ez, mert a DAF ezzel együtt a karbonmentesítés egyenletét is felvázolta. Azért nagyon szemléletes ez, mert talán emlékszünk még rá matek óráról, hogyha egy szorzat bármelyik tagja nulla, akkor bizony az eredmény is zérus. Tehát hiába mesélek én itt neked a következő percekben a remek holland villanyteherautókról, ha nem tudod majd őket használni. A DAF 2018-ban dobta piacra az első elektromos teherautóit, az LF Electric és CF Electric modellekből néhány tucat példány készült. Tehát nem ma indult el ezen az úton a márka, most azonban új szintre emelik az ajánlatot. Vadonatúj 5000 négyzetméteres összeszerelő üzemet nyitottak meg az XD és XF Electric számára. A sorozatgyártás most az év végén indul, ám már eddig is több száz járművet építettek üzemeltetői tesztre. Nem véletlenül hangsúlyoztam ki az új generációs DAF-ok két képviselőit, ugyanis az e-kínálat nem velük, hanem az XB Electric teherautókkal kezdődik. A csöpségből két tengelyes felépítményezhető alvázakat választhatunk különböző tengelytávolságokkal. Központi villanymotorját a Dana TM4 szállítja két változatban, a csúcsnyomatékuk 2600, illetve 3500 Nm, de a képen olvasható névleges értékeik is figyelemre méltóak. A villanymotor váltó nélkül hajtja a kardánt, ugyanis ekkora tömegek gördülésekor még nem feltétlenül szükséges az áttétel módosítgatása a gyorsítás során. Nem is éreztem hiányát, remekül gyorsul, csendes, ám az új generációs DAF újításai nekem azért hiányoztak. Az elegáns és átlátható műszerfal, a valóban zseniális állíthatóságú kormány, az elektronikus rögzítőfék, a digitális tükrök, vagy éppen az előrelátó hajtáslánc-vezérlés. Csodák nyilván nincsenek, bár két éve átnevezték, azért ez egy alapvetően két évtizeddel ezelőtt született típus. De legalább a népszerűsége töretlen, már XB néven is 10 000-nél is több szaladgál belőle az utakon. Arra kértelek már, hogy iratkozz föl, tedd meg mindenképpen, és nyomd meg utána a csengőt is, és akkor nem maradsz le a következő tartalmainkról sem. Köszi, király vagy! Az említett képletből a termék megérkezett, nem is akárhogyan, hiszen az új generációs DAF teherautókat már eleve elektromosnak is tervezték. Ezért nem meglepő, hogy az aktuális Miller ciklusos kivitel összesen 13%-os fogyasztási előnyéből a villanyos is magáénak tudhat 9-et. A kisebb légellenállás, az optimalizált hátsó híd, a prediktív hajtásláncvezérlés új funkciói, a kisebb saját tömeg és a hatékonyabb hűtőrendszer mind itt is jelentkező gazdaságossági előny. Arról korábban többször meséltem már, hogy milyen fontos a légellenállás, különösen egy elektromos járműnél. Ugyanígy a hatékony hajtáslánc itt is kulcsfontosságú, ezért már eleve a villanyoshoz is tervezték ezt a hidat. Ezért kapott különösen finom megmunkálású, köszörült fogáskerekű differenciálművet, gigahosszú áttételezést és aktív féknyerek kioldást. Bár az elektronikus tánczene is képes tömegeket megmozgatni, a DAF esetében az EDM a talán legjobb példa arra, hogy ez a nemzedék valóban az első pillanattól villanyosnak is született.
Az első tengely fölé a belső égésű motor helyére épített modulban egy csomag aku, a fülke fűtése és klímakompresszora, az akkumulátor klímakompresszora, illetve az opcionális fedélzeti töltőlapul. Az alfanumerikus kódú nagy Packer villanymotorok leánykori neve ZF Zetrax 2 Dual, vagyis a Friedrichshafeniek két villanymotorral operáló központi egysége. Ráadásul a ZF megoldásának hatalmas előnye, hogy az egész egyetlen kompakt modul, amely tartalmazza a motort, váltót és invertert is, és még így is kevesebb, mint 400 kg a tömege. Ez egy hagyományos kardánon át a már említett standard hátsó híthoz csatlakozik. Részterhelésnél csak az egyik motorja dolgozik, a finom váltásokat a beépített háromfokozatú, két bolygóműves váltó biztosítja. A kisebb teljesítményű variáns esetében egyik-másik váltásfolyamat picit jobban érezhető, mint a nagyobbaknál, de alapvetően sima és egyenletes gyorsítást biztosít mindkettő. Fontos különbség, hogy a kékek esetében a hűtőrácson olvasható szám nem lóerő, hanem logikusan és helyesen kilowatt, ráadásul a tartós teljesítmény. Mind a D1, mind a D2 esetében igaz, hogy a választott teljesítményszinttől függetlenül a rekuperáció során mindig az adott motor legerősebb változatának teljesítményével képesek lassítani. Tartós féknek ott a rekuperációs kar, amely a dízelekben megismert élményt hozza, én szinte végig ezt használtam. Megszokást igényel, hogy az egypedálos üzemmódban a gyorsítás a menetpedál útjának alsó felénél kezdődik, attól felfelé a lassítást szabályozod. Normál esetben nem taposod ilyen mélyen a pedált, ráadásul 40-es tempó alatt jóformán semmi rekuperáció nincs, és fölötte is csak fokozatosan jön meg. Így pont a sűrű városi forgalomban sok hasznát nem láttam elsőre, több idő kéne ahhoz, hogy az egypedálos funkcióval megfelelően összecsiszolódjunk. De pont ezért szimpatikus a DAF több segédje is, nem igénylik szokásai módosítását. Például csak egyszer szól rád, hogy túllépted a megengedett sebességet, nem folyamatosan sír. Én szóltam, haver, innentől csinálsz, amit akarsz, majd fizetsz, mint a katonatiszt. Oké, vettem, kettővel megyünk a határ fölött. Ugyanígy egészen szépen mehetsz a vonalon, anélkül, hogy nyígna, csak amikor tényleg áthúzod a felezőn, akkor csipog. Miért érdekes ez? A sávot általában már egy-egy városi kisautó vezetője is képes teljesen kitölteni, pláne akkor, amikor motorral szeretnék éppen előre sorolni, de elkalandoztam, bocs. Tehát ez azért rettentő fontos, mert a nehéz teherautók valóban szélesek. A belógó ágak vagy a villanyoszlopokra aggatott hirdetőtáblák mindegyike több ezer eurós hibázási lehetőséget jelent. Emiatt pedig teljesen természetes, hogy egy csomó helyen bizony a vonalon kell oldalogni. A DAF-val ez nem feltétlenül jelent folyamatos bimbamolást. Jelenleg két tengelyes felépítményezhető alvázak és nyerges vontatók, illetve három tengelyes alvázak szerepelnek az XD Electric és XF Electric kínálatában. Választhatunk nappali fülkét, hálófülkét és magas tetős hálófülkét is. Jövőre pedig további tengely konfigurációk érkeznek majd. A felépítményekhez elektromos mellékhajtást kínálnak két verzióban, a kukás autó pedig közvetlenül a nagy feszültségű akkuról táplálkozik. Az akupakkok pozíciója variálható, hogy a daru támasztó lábainak helyet biztosítson, vagy a felépítmény bármi egyéb szerelvényének jusson elegendő beépítési tér. Ezek akár 2 tonnával nagyobb ösztömeggel helyezhetők forgalomba, az elektromos hajtáslánc okozta tömegnövekedés ellensúlyozására. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 5 akkúval még így is kisebb a terhelhetőség, de a spektrum másik végén pedig akár 0,5 tonna előnyt mutathat fel egy villanyos XF vontató a dízellel szemben. Mindegyik akkumulátor csomag 35 kWh-s alcsomagokból áll, a modulmentes cell-to-pack felépítés garantálja az NMC-vel versenyképes energiasűrűséget. Ebből már sejtheted, hogy a cellák a termikusan biztonságosabb LFP kémiájúak, vagyis kobalt és nikkelmentesek. Ezek nyugodtan tölthetők 100%-ig a kapacitás karcosodása nélkül, és a várható élettartama így is az NMC 2-szerese. 4000-nél is több ciklusra tervezték, 8 év garancia jár hozzájuk. De amúgy nem csak a cellakémia biztonságos, hanem a nagy feszültségű rendszer egésze is. A szereléshez külön csatlakozót alakítottak ki, amelyet széthúzva feszültségmentesíti a rendszert, így a technikus gyorsan, egyszerűen és veszélyek nélkül nekiláthat a munkájának.
Ütközésnél a fülke tervezetten hátrafelé mozdul el, hogy ezzel elnyelje az energia egy részét, ilyenkor is automatikusan megszakítja az áramkört. A jármű több pontján biztonsági vezetékeket alakítottak ki, amelyek a mentőegységek könnyedén elvághatnak. Alvázat minimum 2, nyergest legalább 3 csomaggal specifikálhatunk, a max mindig 5. A papíron ígért hatótáv a valóságban úgy néz ki a gyáriak elmondása szerint, hogy városi elosztófuvarozásban akár 550 is kicsikarható, csurig rakottan a hegyen, pedig a legnagyobb akuval sem érdemes 3-350-nél többel számolni. A jármű elméletileg akár 1000 kilométert is megtehet naponta. Az egyik holland üzemeltető két műszakban napi akár 20 órát futtatja a járművet, szó szerint csak tölteni állnak meg. A nagyok esetében a 3 akus 80%-ra tölthető 3/4 óra alatt, de az 5-öshöz sem kell 2 óra sem. Opcionálisan váltakozó áramú fedélzeti töltő is rendelhető, de az csak vészhelyzetekre reális megoldás, a legnagyobb pakkot több mint egy nap alatt töltené fel. De az XB esetében ez alapáras, hiszen az ügyfelek többsége egy járműves üzemeltető, akinek bőven elég az éjszakai telephelyi töltés, nem akar drága DC töltőre beruházni. Gyors töltéssel amúgy 40-70 perc kell a 80% eléréséhez. Az XB esetében ugyanis egy vagy kettő akkucsomagot választhatunk, amivel két különböző csomagot kínálnak, ezért 4 különböző alvászkialakítás lehetséges. Régen milyen jó világ volt, hát már kilométerekről megmondtad, hogy előtted milyen vontató húzza a szerelvény, hiszen mindegyik elefánt fülét különlegesen egyedi csipkézettség jellemezte. Ma a karos digitális optikák korában jóval élesebb szem kell az egyes márkák felismeréséhez. A különbségek is sokszor ugyanilyen picik bent. A DAF kamerás tükrei továbbra is jók, az erősebbek közé tartoznak, bár azért mára láttunk már a piacon több olyan rendszert is, amelyik még ennél is többet tud. Amiben egyértelműen és továbbra is az élvonalba tartozik, az a sarokkamera, amely ráadásul sok holland modellben alapfelszereltség. Ugyanilyen az utasajtó alsó üvegpanelje, amely főleg a felhajtható ülőlapú moziszékkel együtt remek kilátást biztosít a hosszú oldalra. Ahogy már említettem, a DAF tudja, hogy a jó termék önmagában nem elég. Ezért például különböző teljesítményű töltőket is kínálnak. Amerikai módra menő nevet viselő puffertárolójuk akkor megoldás, ha nem elegendő a hálózati kapacitás, vagy a saját termelésű megújuló energiának keresünk átmeneti helyet. Mindegyik kereskedésünk egyúttal elektromos teherautós központ is, ami azt jelenti, hogy akad olyan értékesítő és szerelő is, aki ért a villanydafhoz is. Háromdimenziós konfigurátor segíti a különleges felépítményekhez specifikálást, az értékesítési eszközük útvonalszimulációt is készít az elvárt hatótávhoz szükséges akkucsomagok meghatározásához. Ezen kívül specifikus járművezető továbbképzés és a flotta menedzsment rendszerhez kínált hozzáférés segít kihozni a legtöbbet az áram minden cseppjéből. Remélem, hallottál valami hasznosat és vagy érdekeset a DAF elektromos teherautóiról. Remélem, legközelebb is találkozunk. Szia! Válaszd a Bosch fékalkatrészeket, válaszd a biztonságot és a minőséget.